Balatoni Ifjúsági Fúvózenekart köszönhetjük itt a Kulturális Központban. A zenekarvezető Szőke Ferenc, a karmester Tassonyi Zsolt, a Hunszentmártoni Fúvózenekari Közhasznú Alapítvány által fenntartott zenekar 1998. május 16-án alakult. Az azóta eltelt idő a kitartó és kemény munka meghozta gyümölcsét. A Fúvózenekar hírnevet szerzett önmagának és Hunszentmárton városának is. Számos helyezést díjat tudhat magáinak, melyek a zenekar számára a szakmai tevékenység elismerését jelentik. Pro Communitate Urbis emlékére 1999-ben, a Jászmathun-Szolnok megyei zeneiskolák fúvózenekari fesztiválján 2000-ben Nívó díjat, 2001-ben fesztivál díjat kaptak. A nemzetközi fúvózenekari versenyen Csorváson 4. díj, a 2. és 4. Balatonalmádi fesztiválon a fesztivál legjobb zenekara díját hozták el. Az 5. Abonyi Pünkösdőlő Zenekari Fesztiválon első díjasok lettek, Összművészeti Fesztivál, Zariváros, Lengyelország 2004 és 2005 fesztivál díj. Szőke Ferenc az együttes vezetője Zariváros karmesteri díját hozta el. 2007. július 9-én Debrecenben a zenekar aranyminősítést kapott show kategóriában. 2008. április 27-én a 6. országos zeneiskolai zenekari versenyen 3. helyezettek lettek. 2009. június 20-21-én a 6. nemzetközi fúvózenekari fesztiválon ezüst diplomát kaptak. 2010. május 22-én a Demecsei fúvózenekari minősítőn A kategóriában aranyminősítést a legjobb pontszámmal hozták el. Tulajdonosai, Temecserváros közönségdíját, Kürtszólam és Ütőszólam díjat, valamint Schröder Nelly Noémi szakszofonon a legjobb szólista díját kapta.